19 áldozat exhumálásával és újratemetésével emlékeznek meg a bosnyákok a Srebrenica-i Mészárlás 26. évfordulójáról. A földi maradványokat mind tömegsírokban találták, és DNS vizsgálattal sikerült beazonosítani őket. A hozzátartozók, akik évtizedeken át teljes bizonytalanságban éltek, szombaton még búcsút vehettek a szeretteiktől, majd a koporsókat átszállították egy emlékparkba. Amikor Szerebrenyica elesett, az unokaöcsém, a testvére és a férjem megpróbáltak elmenekülni az erdőn keresztül, sohasem tértek vissza, emlékezett vissza egy gyászoló Bosnyák asszony. A férjemet Esnafot már eltemettük, holnap végre az unokaöcsém is békére talál, de a testvérének, Álmírnak a holttestét sohasem találták meg. A négy éve életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Rátkom Ladics vezette szerb köztársasági hadsereg. 1995. júliusában 8000 bosnyák fiút és férfit végzett ki módszeresen, ahol testeket jelöletlen tömegsírokba temették, eddig 6600 áldozatot sikerült azonosítani. 26 éven keresztül magamban csendben szenvedtem, senkivel sem osztottam meg a fájdalmamat. Nagyon megterhelő ezek közt a falak közt sétálgatnom, de meg kell szólalnom, nem bírom már tovább, fakad ki Devla Aisic, akit a holland békefenntartók korábbi bázisán erőszakoltak meg a szerb katonák. A vasárnapi megemlékezésre számos állam- és kormányfőt, illetve távoli hozzátartozót várnak Szrebrenicába, ahol Európa legnagyobb népírtása folyt a II. világháború óta.